Szép napot kívánok! Sziasztok! Forgás Miklós vagyok a webirodámból, és egy újdonságot próbálunk csinálni ma, és türelmet kérek, mert most még szeretném a videót megosztani a csoportomban is, és ezt követően pedig akkor belekezdünk a videóba. Először csinálok én is ilyet, ennek ellenére azt gondolom és bízok benne, hogy ez egy nagyon jó kis próba lesz élőben. És jó pár új dologról szeretnék beszélni majd. Most várom, hogy a igen, szuper, megjelentem. És egy pillanat, megosztom a saját másik csoportomban. Így tudtam megoldani, hogy bárki tudja nézni, és ne csak kevesek, akik a zárt csoportomban vannak. Szuper! Szuper! Ezek szerint akkor már működik a dolog. Ismételten akkor köszöntök még egyszer mindenkit, Forgás Miklós vagyok, és egy olyan útra invitálok benneteket, ami valahol már mindannyiunknak a fejében ott motoszkál. Hogyha nem vagyunk teljesen megelégedve a jelenlegi életünknek a folyásával, akkor valamit változtatni kell. Hiszen van az a mondás, hogyha minden nap ugyanazt csinálom, mint amit tegnap, akkor az eredménye is minden nap ugyanaz lesz, holnap is. És azt gondolom, hogyha tudunk egymásnak segíteni, ugye új világban élünk, 21. században, a vízöntő korban, és most ráadásul ugye a vízöntőnek a hónapja is van. Ez kitörésnek a lehetőségét biztosítja, és ráadásul a szerda van, ami a Merkurnak a napja, a kommunikáció, kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, lehetőség. Tehát új világban élünk, amikor is úgy tudunk előre menni, hogy nem fogják nekünk megmondani majd az iskolában, a munkahelyen, vagy bárhol azt, hogy mi mit csináljunk, és akkor nekünk jobb lesz, hanem nekünk egymásnak kellene ezt a lehetőséget megadnunk. Ezt hogyan tudjuk egymásnak megadni? Hát leginkább úgy, hogy a saját példámon keresztül tudom bemutatni azokat a lépéseket, amiket én megtettem. Hogyha te is abban a helyzetben vagy, hogy már kezd eleged lenni abból, amit most éppen csinálsz, abból az életformából, amit már éppen csinálsz, akkor egy fontos első lépés indul meg a fejedben, a gondolataidban, nyitottá válsz az univerzum számára. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásod, a magasabb éned, elkezd keresni, így körbenéz. Körbenéz, és nyitottá válsz, megpróbál magának újabb lehetőséget keresni, és ezáltal új utakra vezetni téged. Ugyanakkor van az emberben egy ilyen kis félsz is, ez egy természetes folyamat, hogy minden ember fél az újtól, legalábbis valamilyen szinten szorongunk. De ezt le lehet győzni. Hogyan lehet ezt legyőzni? Úgy, hogy kicsikét edzük magunkat. És 2,5 évvel ezelőtt én úgy döntöttem, amikor már nyitott voltam az új dolgokra, hogy nem, ez így tovább nem mehet. És ahogy ez a folyamat elindult, elkezdtem egy kicsikét
jobban látni a világot. Tehát semmi új nem jelent meg a környezetemben, csak én fedeztem fel. És elkezdtem magamat képezni, kerestem az interneten, és találtam lehetőségeket. Ezt azért mondom el, mert ez a nyitja, ez az első lépés annak, hogy az ember szeretne kicsit másként élni, kicsit szabadabban élni, akkor meg kell tenni ezeket az első lépéseket. És ez elsődlegesen tudati kérdés, majd utána jönnek a tettek ezen sorban. És ugye sajnos ezt az iskolában nem kezdik meg, már az általános iskolában. Mutatok nektek egy könyvet. A fiam most ezt a könyvet olvassa. Én megvettem magamnak többféle olyan könyvet, ami elősegíti az embernek a gondolkodásának a fejlődését, és ő saját maga vette le ezt a polcról, és saját maga döntött úgy, hogy elkezdi olvasni. Nagyon helyes. Pénzügyi intelligenciát nem tanítják sehol nekünk, sem az általános iskolában, sem közép, sem felsőfokú képzésen, még a közgazdaság egyetemen sem igazából tanítják olyan módon, hogy hogyan tudsz magadnak és a családodnak jólétet biztosítani. Hiszen akkor, akik ezt tanítják, már legalább ezen a szinten kellenének, hogy legyenek, és azért tudjuk, hogy az előadók kicsikét más kategóriában vannak. Ez nem sértő dolog, hanem az, hogy talán amit oktatnak, nem biztos, hogy teljesen működik számukra is. Ezen az útvonalon, ahogy így haladtam előre, ugye emberekkel ismerkedek meg folyamatosan, és mindannyian mosolygunk, képzeld. Azért az ember mosolyog, ugye ezt nem lehet nagyon mesterségesen beállítani, hiszen akkor ez olyan furcsán néz ki. De mosoly az belülről jön. És hogyha találkozol, és találkoztam én is sok mosolygós emberrel, néhányukkal nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki, és együtt is dolgozunk sok minden területen, sokszor a szabadidőnket is együtt töltjük, és így gyakorlatilag szabadon éljük az életet. Próbálom megfogalmazni, hogy mit jelent számomra a szabadság. Számomra a szabadság azt jelenti, hogy elsődlegesen azt csinálom, amit szeretek. Második az az, hogy akkor csinálom, amikor én ezt szeretném. Harmadik az, hogy addig csinálom, ameddig nekem ez jól esik. És a negyedik, azzal csinálom, akivel én ezt jónak tartom. És hogyha ennek a csomagnak az eredménye pozitív, úgy anyagilag, mint energetikailag, akkor jó úton vagyok. Ha ezzel tudok más embereknek segíteni, akkor még jobb úton vagyok. És említettem nektek, hogy mai nap egy nagyon kedves régi, idézőjelben régi ismerősömet fogom behozni nektek. Már vagy 2,5 évre nyúlik az ismertségünk, amikor is az életem megváltozott. 2,5 év alatt teljesen megváltozott az életem, és szeretném kérni a kedves barátomat, Vilibok Árpádot, hogy csatlakozzon a mi kis konferencia termünkhöz, mert ez az egyik üzletágunknak a eszköze. Ugye most nem a Skype-on, és nem a egyéb eszközöket használva dolgozunk, beszélgetek veletek, osszuk meg a tapasztalatainkat, hanem élőben a saját konferenciatermünkön keresztül. Szia Árpi, üdvözöllek az online térben, és úgy látom, hogy mindketten a saját komfortzónánkon belül maradva tudjuk ezt a kis találkozót megejteni, és ugye említettem a videóban, hogy most a vízöntő korban, a vízöntő hónapban
ez egy nagyon-nagyon jó időszak arra, hogy az ember kitörjön abból, amiben van. Persze csak akkor, hogyha nem megfelelő számára ez a dolog, de azt gondolom, hogy elég sokan vagyunk úgy, hogy keressük azt a lehetőséget, amivel még jobban tudnánk élni, úgy anyagilag, mint boldogságilag is. És mivel téged már 2,5 éve megismertelek, és nagyon tetszik az az életforma, amit te is csinálsz, úgy gondoltam, hogy attól mindannyian többek leszünk, hogyha megosztod velünk, hogy te miként és hogyan kerültél az online világába, illetve magába, hogyan lettél szabad ember. És az első kérdésem az lenne, hogy neked hogy jött meg ez a lépés, hogy hogy indultál el ezen az úton, és mit tettél ennek érdekében? Átadnám neked a hangot. Köszi szépen, Miki, és köszönöm a meghívást. Üdvözöllek, és üdvözlöm a nézőket is. Hát igen, hogy hogy jött ez a szabad élet, ez azért van egy kicsit visszább, korábbra nyúló története is, hisz 15 éve ismerkedtem meg a hálózati marketinggel, akkor Norvégiába éltem, én természetgyógyász és terapeutaként dolgoztam, és hát ugye meg is szerettük a párommal együtt ezt a szakmát, ezt az iparágat. Viszont ugye az első 10 év az ugye arról szólt, hogy a hagyományos hálózati marketinget csináltuk csak. Tehát a hagyományos alatt értem azt, hogy ugye ezek a ilyen-olyan bemutatók szállodákba, akkor házaknál, tehát utaztunk elég sokat, sőt egyik országból a másikba, de viszont annyira jól sikerült a dolog, hogy akkor sikerült elindítanunk egy céget itt Magyarországon, meg több országban is, és 10 évig tényleg nagyon jól működött, elértük a gyémánt szintet, csak volt egy kis bökkenő a dologban, hogy akkor ugye mindent egy lapra tettünk fel a párommal együtt, és hát ez a cég gondolt egyet, és 4 évvel ezelőtt 15 országból kilépett, beleértve Magyarországot is, meg minden olyan országot, ahol nekünk érdekeltségeink voltak, és hát maradtunk a nullával, tehát ugye arra építettünk, hogy majd az a cég, tehát nem az iparág, akkor még ugye teljesen másként gondolkodtunk, akkor nem az iparágba gondolkodtunk, hanem egy cégbe, hogy az fogja nekünk a nyugdíjt, meg a megélhetést életünk végéig biztosítani. Na hát aztán 4 évvel ezelőtt ugye újra kellett kezdeni, akkor külön utakon kezdtünk el indulni a párommal, kerestük a lehetőségeket, és hát az egyik barátom, a Nisztor Vili barátomnak köszönhetően bekerültem az online marketing világába, és hát ez 3,5 évvel ezelőtt történt, és onnantól kezdve, hát ilyen 70-80%-ban online csinálom tovább ezt az üzletágat, és közben megszületett az ötlete annak, hogy ha már online dolgozunk, akkor egy olyan filozófia született meg, hogy akkor gondolkodjunk ilyen 3 stratégiában, ami ugye annyit jelent, hogy felépíteni 3 különböző passzív jövedelmet. És hát ebből 2 sikerült is eddig felépíteni, és most a 3. dolgozom, hogy az is passzívá váljon, és hát hála Istennek nagyon jó úton haladunk afelé is. Úgyhogy ennyit így első körbe, aztán majd, ha gondolod, még beszélhetünk egy kicsit a 3 stratégiáról, többet jobban kivesézhetjük. Persze, persze. Igen, tehát végül is elindultál ezen az úton, és mit éltél át közben? Tehát voltak-e nehézségeid? És ezek a nehézségeid esetleg, ha voltak, milyen szinten hatottak rád? Megfordult-e benned az a gondolkodás, az a gondolat, hogy mindannak ellenére, hogy volt neked egy jó képed, és volt egy jó gyakorlati tapasztalatod, hogy mégis visszatérsz a járt útra, a sok ember által járt útra.
És hogyha ezt így elmondod, akkor utána az, hogy miért mégis esetleg a másik vonalat választotta. Hát a sok ember által járt útra a hagyományos üzletépítésre gondolsz? Vagy Igen, igen, a igen. hagyományos Üzletépítés vállalkozásra? egyáltalán, meg maga a munkahely. A Jaj, fix és a munka. biztos munkahely napi 8 órában, mert ugye az egy biztos állást ad, és biztos jövedelmet, és biztos megélhetést a hivatalos nomenklatúra szerint. Értem, Ugye ez értem. megfordult a fejedbe esetleg? Hát az, hogy ilyen alkalmazotti munkába térjek vissza, az nem fordult meg a fejembe, hisz ugye van egy úgymond szakmám, amit Norvégiában tanultam, említettem ezt a gerinckezelést, ezt annyira szeretem, hogy ezt mai napig is csinálom, így itthon, de viszont ezt se tekintem munkának, hisz ezt is tényleg odaadásból és azért csinálom, hogy persze hoz egy kis pénzt is, de hogy sok embernek így is tudjak segíteni. De az, hogy ilyen napi 8 órára vagyis 8 órás munká viszonyba menjek, azon nem nagyon gondolkodtam, hisz egész életemben kétszer 3 évet voltam alkalmazott, és onnantól kezdve mindig valamivel vállalkoztam. Viszont a hagyományos vállalkozásba oda volt gondolatom visszatérni, tehát nem a hálózati marketing, hanem mit tudom én, neki is lendültünk, hogy egy ilyen gyógyászati központot, wellness központot létrehozzunk, amiben aztán nagyon keményen bele is tört a bicskám, tehát mindent majdnem elveszítettünk, sőt majdnem nélkül mindenünket. Úgyhogy megint csak abban látok a megoldást, mind a ketten a párommal együtt, hogy a hálózati marketingbe megtalálni azt a lehetőséget, amely tényleg el tud juttatni oda, ahova már nagy részt el is jutottam, a szabad életre, és hogy ahogy te is felsoroltad, hogy mit jelent a szabad élet, azt nem akarom ismételni, de azokkal a 4 ponttal teljesen egyetértek, és hát tényleg így a hálózati marketing, meg azon belül az online marketing adta meg ezt a szabad életet, hogy én is akkor dolgozok, amikor szeretném, azzal, akivel szeretném, annyit, amennyit szeretnék, és amellett van időm magamra, és az egészségmegőrzésre, és a hobbiaimra. Úgyhogy hát én továbbra is csak ebben látom ezt a szabad életnek a további fenntartását. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy minden ember számára van valami kép arról, hogy mit jelent szabad embernek lenni. Így pár mondatban ezt össze is foglaltuk, de hogyha esetleg megosztanád velünk, hogy te saját életedben hogyan néz ki egy napod, hogyan néznek ki a napjaid, tehát hogy úgy egy picit átmenjen az az érzés, például a tegnapi napod hogy telt el, mert ebben talán vannak közös pontjaink is. Mert ugye az ember az ízéről tapasztalja meg, tehát sajnos a szabadság már annyira elcsépelt fogalommá is válhatott, és válik, amit úgy igazából nem biztos, hogy az ember egyből levesz. Esetleg, hogyha példával alátámasztjuk, hogy hogyan éled a napjaidat, akkor lehet, hogy több emberben fölkettődik az a dolog, hogy igen, ez egy jó így élni, és szeretnék én is így élni, és mi kell ahhoz, hogy én is így tudjak élni. Szóval, ha megosztod ezt velünk, megköszönjük. És azt, hogy milyen formában dolgozol most, az is egy fontos pontja ennek. Köszi. Hát, hogy néznek ki a napjaim? Az a jó dolog benne, hogy általában nem az ébresztőre ébredek. Amúgy nem vagyok délig alvó, de úgy szeretek addig aludni, ameddig jól esik. Persze azért 7-8-kor legkésőbb, vagy valamikor 7 előtt felébredek magamtól, tehát nem azért, mert kell menni valahova dolgozni, hanem már ideje felkelni. És hát ugye reggel van időm magamra, hogy ugye az egészségmegőrzésre odafigyelni, szedek különböző egészségmegőrző készítményeket, akkor így elindul a nap, akkor hát ugye most, ami pont a tegnapi napra, hogyha azt elmesélném, akkor hát az is így indult, fél hétkor keltem körülbelül, szintén így ébresztő nélkül,
És hát ugye neked köszönhetően elkezdtünk egy közös programot, te voltál az indítványozója, hogy hetente kétszer megyünk szaunázni. Hát szerencsére közelünkben van mind a kettőnknek gyalog. Elérhető távolságra itt az úszoda, és heti kétszer 2 órát szaunázunk, és kétszer 1 órát úszunk. Tehát ez 8 és 12 közt történik meg, és ezt én már az első alkalommal nagyon megszerettem. És milyen érdekes ez az univerzum, vagy én ugye a gondviselésnek szoktam inkább mondani, hogy ha valamit az ember kitűz, bár ez nem volt egy januári, vagyis újévi fogadalom nekem, de már a múlt év végén a párommal mondogattuk, hogy be kellene vezessünk hetente legalább egy ilyen wellness-ezést, vagy úszást, vagy szaunázást. Erre jössz te január elején, és mondod, hogy hát te már jársz évek óta, hogy csatlakozom-e hozzád, meg már van is egy kis csapat ott a szaunában, ugye, üzleti partnerek is, Ugye? és hát akkor persze örömmel csatlakoztam, és első perctől nagyon megszerettem, és akkor ezt tartjuk is minden héten 2 alkalommal. Utána persze volt egy kis munka, naponta van néhány kezelésem, vagy vannak ilyen online konferenciák. De arra is volt időm még a tegnap, hogy van egy kutyusom, és elmenjek egy túrára, mert azt már pár hónapja, sőt nem is pár hónapja, már évek óta csinálom, hogy nem csak a kutyus miatt, hanem magam miatt is, hogy egy nagyon szép helyen lakunk itt Szentendrén, innen lehet felmenni itt a hegyek, Pilisek felé, Kőhegy, meg különböző irányba, tehát nagyon sokat túrázok. És hát most ezt a túrázást is egy kicsit intenzívebbre vettem, hisz megint csak a szabad életnek köszönhetően kitűztem az idénre egy nagyon komoly zarándokútat, ami 40 napig fog tartani, és ezért 350 kilométert teszünk meg a fiammal együtt, Mária Cértől Csíksomlyóig, tehát a Mária utat. Hát ezt is gondolom csak azok tehetik meg, akik szabadok. És hála Istennek a fiam is átvette ezt a szabad életstílust. Eleinte most a tavaly végzett az érettségivel, és egyetemre készült, de hát meggondolta magát, és most ilyen ős, ilyen szabad munkát kezdett el, úgyhogy őt se korlátozza a kötött munkahely. Úgyhogy sikerült így átadni ezt az életstílus neki is. Szóval erre is készülünk. Tehát így telnek a napjaink. Valóban túrázok hetente többször 4 kilométert, vagy akár 10-12-t is naponta, már egy tréning része. Dolgozunk is, mert ugye nekünk általában esteként vannak ilyen konferenciáink, segítjük a csapatot. Tehát ez mind olyan dolog, hogy egyáltalán nem tekintem munkának, ez szórakozás, hisz ezt az ember valóban, hogy mondjam, szenvedélyből csinálja, és ez egy hivatás is valahol. És ugye munkanapokról beszélünk, tehát nem a szombatodat és a vasárnapodat mesélted el, hanem ez Igen, ez a egy hétköznapok hétköznapi abszolút. munkanap, tegnap is és a mai is, tehát te is ma, Igen. most is dolgozol, meg én is. Az egy más Igen. kérdés, ugye, hogy ez a munka, ez egy kellemes dolog, ezt szeretjük csinálni, ezt jó érzéssel tesszük is, ugye, amikor az ember Igen. jó érzéssel tesz valamit, ahogy te is mondtad, ez szórakozás, hát nem szórakozás, munkának munka, de ugye ez a kettő már lassan nálunk ugyanaz a kategória, hiszen amit Igen. jó érzéssel tesz az ember, az egy kellemes dolog. És Igen. most hogyan dolgozol, még pár perc erejéig, ha megosztanád velünk, mert hasonlóan tesszük a dolgunkat, és akkor utána ennyi lenne Hát a mai ugye napra. online dolgozunk, amint említetted, ugye saját konferencia tervünkben van. A hármas stratégia egyik pillére épp ez a rendszer, ez a GVU rendszer, amely igazából a hajtó motorja ennek a hármas stratégiának. Ezt ugye sokan használják, meg mi is itt vagyunk ugye kapcsolatban. Itt kerültünk így közvetlenebb kapcsolatba egymással. Tehát ez egy nagyon jó rendszer, hisz itt aki akár teljesen zöldfülű az online marketingbe, folyamatosan képzést, oktatást kap, a rendszer arra épült, hogy kiszolgáljon minden eszközzel, ami szükséges az online marketinghez. Ugye nem csak ez a konferencia terem, hanem weboldalak, blogok, elkapoldalak, hírlevelek, videó e-mail küldő eszközök. Tehát igazából minden megvan ahhoz, hogy az ember használni tudja, ez bele kell ülni, meg kell tanulni, vezetni, használni, ugye, ahogy Vili szokta mondani,
és akkor hát ez már utána megy magától is. Valóban ennek köszönhetően én tudtam ez alatt a 3-3,5 év alatt hát két olyat felépíteni, amely most már annyira passzívan működik, hogy ilyen heti 1 órával tudom szinten tartani, és minden héten passzívan jön belőle jövedelem. És most, mint említettem, dolgozunk a párommal együtt a harmadikon, és tényleg, ha az is megvan, akkor hát akkor se, nem azt mondom, hogy abba fogjuk hagyni, mert mint említettem, ez már egy szenvedély, ez egy hivatás, de akkor még szabadabbak tudunk lenni, talán még többet tudunk utazni, még többet tudunk élni a hobbiainknak, vagy az egészségmegőrzésnek, vagy még több embernek tudunk segíteni, hogy elérje ezt a szabad életstílust. Köszönöm szépen. Még nyugodtan oszd meg azt, hogy te neked is van egy csatornád vagy weboldalad, amin keresztül kommunikálsz, csoportod, hogy ez melyik, ha esetleg valaki szeretne rákeresni, akkor lehetősége legyen, hiszen ezt nem rejtjük véka alá. Ugyanis ami neked jó, az nekem is jó, még ha nem közvetlenül is, de ugye sors az úgy működik, hogyha támogatjuk egymást, akkor Igen. ő is viszont támogat a sors, illetve te én egymást. Hát nekem is több oldalon van, több csoportom van a Facebookon, például van egy olyan, hogy a trió üzleti stratégia, akkor gondolkodj és gazdagodj online. Én is olvastam azt a könyvet, amit az elején mutattam, csak ugye ezt Szuper. átvittük, ezt a filozófiát az online-ba, lehet, hogy az a könyv is inspirált. Akkor bőség és egészség a magvak erejével, tehát több, hát ilyen 8-10 oldalon vagy csoporton van így a Facebookon, és ugye különböző érdeklődésű emberek, tehát ezek a csoportok, ugye, vagy oldalak különböző témákat ugye tárgyalnak, vagy osztunk meg ottan, és hát akkor mindenkihez, vagy mindegyik csoporthoz ugye olyan emberek csatlakoznak, akiket az a téma érdekel, és aztán valahol ugye összefonódnak, vagy összefutnak ezek a szálak, lesz, aki kedvet kap, és akkor személyes kapcsolatba kerülünk, és akkor ugye csatlakozik a csapathoz, és akkor onnan ugye visszük tovább a dolgokat, de tényleg az a jó benne, hogy ha így online dolgozik az ember, akkor nagyon megkönnyíti a munkát, hisz nem nekünk kell rohangálni az emberek után, hanem nekünk csak jelen kell lenni így az online platformon, és aki keres, kutat, az előbb-utóbb megtalál. És akkor azokkal az emberekkel dolgozunk, akiket érdekel a dolog. Tehát így teljesen más az egésznek a feelingje. Szuper Árpi, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztál az éterben, az online területünkön ehhez a mai kis találkozó beszélgetéshez. Legyen szép napod, legyen szép napunk, és akkor folytassuk majd a következő találkozásunkkor. Oké, köszi Szia! szépen, én is szép napot mindenkinek, és szabad életet. Hello! Sziasztok! Szia, szia! Néhány mondatban szeretnék még csak elköszönni tőletek. Nagyon örülök, hogy elindult valami. Nem tudom, hogy sikerül ebből rendszert csinálni, de azt gondolom, hogy hetente megpróbálunk egy-egy alkalommal így megosztani veletek, hogy hol tartunk most, hol tartanak a többiek a csapatunkból, ismerőseink közül. Az Árpi barátom meg említést tett Nisztor Viliről, akinek épp most 9 órakor kezdődik a saját kis bejegyzése, saját kis videója. Úgyhogy ő volt az első, aki 2,5 évvel ezelőtt ebben nekem sokat segített. Holló Árpi barátomat is meg kell említenem, hiszen ő az, aki előbb döntött a szabadság mellett, mint én. Nem szégyen azoktól tanulni, akik már kipróbálták ezt, és mutatják az utat. Bővebb információ az életemről, munkásságomról főleg a megvalósítomazálmomat.info-ban, weboldalon, blogoldalon található. Itt friss információk vannak, illetve ezekben a csoportokban, amiben a videó is most megy, szintén tudtok találkozni új dolgokkal. Nagyon örülök, hogy ez a mai nap így ebben a fél órában sikeresen telt. Kívánok mindenkinek szép napot, és ahogy szoktam befejezni, hiszem, hogy ma is valami csodálatos dolog történik velünk. Úgy legyen. Sziasztok!